hetedik alkalommal rendezzük meg Felnémeten a Felnémeti Macok Fesztivált. Nagyon sok csapat indult az idén is, egyre népszerűbb a rendezvényünk. Minden évben a gyerekeknek, felnőtteknek és szinte az élet minden korosztályának kínálunk szórakozási lehetőségeket. Reggeltől késő estig van a buli, délelőtt a gyerekeknek volt bábszínház, táncház, délután pedig koncertek, és a végén egy aszfaltbál várja a résztvevőket. Az idén 11 csapat nevezett a macok sütőversenyre. Több mint 100 kg krumpliból sütik a különleges macokat. Egy zsűri bírálja el ezeket a elkészített finomságokat. A rendezvény kapcsán a Pásztorvölgyi Iskolai Alapítvány javára gyűjtünk összegeket, amit az alapítvány az iskola tanulóinak utaztatására és egyéb szponzorálására fordít majd. Baráti társaságokkal évek óta itt Felnémetet népszerűsítve nagy összefogással részt veszünk a macok rendezvényeken. A macok az tulajdonképpen egy burgonyából készült étel, többfajta elnevezése van, mint például macok, tócsnyi, lepcsányka, egyebek. Ahogy a mi nevünk is mutatja, mi vagyunk a lepcsánykák csapata. Baráti társaságokkal, helyiekkel együtt, közösen egy jó hangulat, egy családi rendezvény keretében népszerűsítsük ezt a hagyományt. Most már hetedjére itt Felnémeten, mindenkivel megosztva különböző recepteket, fortéjukat, titkokat, különböző típusú fajtájú mackokat, lepsánykákat, tócsikat sütünk. Van közte csirkemájas, van közte csirkemelles, hagyományos, van ami sertéshússal darált, rengetegféle formája van, a most érő cukkini, tök, nagyon sokféle típussal rendelkezik, mi ezt nagyon szeretjük, és ezt próbáljuk népszerűsíteni itt a megjelentek körébe, akik ide hozzánk kilátogatnak a Macok Fesztiválra. Kétféle macokkal készültünk, van egy tökös sonkás, egy kis lestjárnyon fűszerezve. A tökösnek az a nehézsége, ugye, hogy nagyon gyenge alapanyag, nehéz sütni, nehéz a kötőanyagot megfelelően összeállítani. Szerencsére sikerült, valamint készültünk egy különlegességgel, kisepertük a padlást is, meg a pincét is kipakoltuk, és találtunk két éves szévalekvárt. Nosz vajon készült, 24 órán át főztük, és ebbe pedig tettünk ebből a szévalekvárból összedarabolva valamint friss szilvát, és ez édes, nagyon finom. Macok burger. Na és hogyan ízlett? Mi volt? Nagyon finom volt a burger, ízletes volt, sós volt kellően, finom volt mellé a paradicsom, díszítésnek és íznek is, nagyon finom volt. Hát két réteg volt a macok, és középen a burger, ugye, és hát díszítés mellette, és a fogadtatás. Na, az is első osztályú volt, mert kérdeztem, hogy szabad-e kóstolni. Persze, természetesen, üljek le, itt vannak a szószok, azok is nagyon finomak voltak, úgyhogy a fogadtatás is nagyon jó volt. Az még egy plusz ráadás, de finom volt nagyon.